Látszik. Egy szilárd sziklaperem, amelyet vékony talajréteg borít, és felülről egy kiszögellés védi. Igazán barátságos otthon lesz. Az invitálás egyértelmű, ám a tojónak egyelőre jobb dolga is akad. Most már elég határozottnak tűnik. Bensőséges üdvözléseik és a hím hirtelen felröppenései jó jelnek számítanak. Ezek már a szerelmi rituálé elemei. Egy másik szirtnek is van lakója. Az uhu már a tél elején berendezkedett. Mindent megtesz azért, hogy ne legyen szem előtt, főleg nappal. Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy ő maga mindent lásson. Távolról figyeli a sólymok zajos játékát, amióta a pár újra összeállt. A nagy sziklánál a két sólyom ügyet sem vet az idegenre. Mostantól egy ideig egész máson jár az eszük. A sólymok mézes hetei rövid ideig tartanak. Régi vetélytársaik, a hollók arra készülnek, hogy elzavarják őket a szirtről. Szemben álló felek hadat üzentek egymásnak. A sólymok, amikor megérkeztek, kiebrudaltak egy holló párt, amely egy ideje már a szirten fészkelt. A hollók azóta is igyekeznek visszaszerezni területüket. Tíz nappal később a szirt visszanyeri szokásos nyugalmát. A hollók nem tértek vissza, mióta vereséget szenvedtek, és a sólymok kevésbé zajosak, szinte némák. Ez összetéveszthetetlen jele annak, hogy valami készül. A hím már tudatában van a boldog eseménynek, és magasan a fészek felett szárnyalva őrködik.
Mostantól fogva ez a legfontosabb feladata, no meg az, hogy társát táplálékkal lássa el. A tojó hosszú időre mozdulatlanságra van ítélve, hiszen jó részt a fészekben kell maradnia. Valójában még nem kezdett hozzá az első tojás költéséhez. Egyszerűen csak melegen tartja, amíg a többi tojás is meg nem jelenik. 24 óránként egy-egy. A hímnek így van ideje arra, hogy ösztöneit az alázatos szolga szerepére hangolja. Kotló tojó sohasem otthonában táplálkozik. Amíg a hím arra vár, hogy párja visszatérjen, az ő dolga, hogy vigyázzon a fészek értékes tartalmára, legalábbis elméletben. A hím kockázatos dolgot művel. A hollók, bár nem látszik rajtuk, folyamatosan szemmel tartják a solymokat. Ezek a gazfickók nagyon kitartóak, ráadásul kiváló megfigyelők, és remekül taktikáznak. A nőstény sólyom visszatért a fészekbe, de ez egyáltalán nem szegte kedvét a tolvajnak. Egyszerűen csak elhalasztotta azt a tervét, hogy ellopjon egy tojást. Minden esetre terepszemlét tartott, és felmérte ellenfele reakcióit. Be kell látnia, hogy a solymok riasztó és bosszúálló rendszere nagyon kifinomult. Három nappal később a hím továbbra is vadászik, hogy saját magát és párját táplálékkal lássa el. A tojó az éjjel lerakta utolsó tojását is, és nagyon jól esik neki a reggeli. A költés most már valóban elkezdődött. Nem kérdéses, hogy nem lehet magukra hagyni a tojásokat, különben kihűlnek. A hím minden alkalommal besegít párjának, valahányszor az el van foglalva az evéssel. Elszántságban nincs hiány, ám nehezen lesz urrá esetlenségén, hiszen hiányzik belőle a nőstény anyai ösztöne. A tojó észleli párja hiányosságait, és gyorsan átveszi a feladatot.
vallásos kötelessége miatt egy hónapig a szirt fogja lesz. 30 napon át nem tesz mást, mint figyel, alszik, és türelmesen várja a napi 2-3 pihenőt, amikor hűséges párja táplálékot hoz neki. A solymok könyörtelen vadászok, a kisebb madarak krémei, a levegő korlátlan urai és a szirt agresszív birtokosai. Uralmuk azonban alább hagy, amikor közeledik az éjszaka. A solymok ezt jól tudják, és megtanulták, hogy kicsire húzzák össze magukat, amikor a völgy és a sziklák felett valaki más veszi át az ellenőrzést. Amikor leszáll az est, az uhu lesz a sötétség királya. Senki sem menekülhet előle. Vadász területe több kilométer széles. Minden táplálékforrást ismer, a varjú telepeket, a hollók és a vándorsolymok fészkeit, és ha kell, akármeddig tud várni. Ennek az uhunak két fiókája van, akik minden éjszaka 2-3 zsákmány állatot követelnek maguknak. A szirt egyetlen madara sincs biztonságban. Április első felében rosszra fordul az idő, bár ez semmi a tavalyi évhez képest, amikor a sziklafal néhol valóságos vízeséssé változott. A tojó számára a tél legnehezebb része véget ért. A tavasz első napjai kellemesebb időt hoznak a völgybe. A hollók már nem láthatók a nagy szirt környékén. Legutóbbi próbálkozásuk után hamar feladták azt az elképzelésüket, hogy elűzzék a vándorsolymokat. A sötét betolakodók végül jókora távolságban a völgy legkisebb szirtjén vertek tanyát. Most a saját tojásaik kiköltésével vannak elfoglalva. A solymok viszont kissé elmaradtak a tervtől. Tegnap este a kulcsfontosságú 30. nap végén még mindig nem történt semmi a fészekben. Ma reggel azonban a tojó végre első utódainak örülhet. A két elsőnek világra jött fióka nőstény, a harmadik tojásnak viszont, ahogy az lenni szokott, még időre van szüksége. Az anyának folytatnia kell a költést. A
Az újdonsült apa továbbra is őrjáratot tart a Szirt felett. Izgatottnak látszik, és egy perccel később ő maga is megpillantja csemetéit. Mostantól kezdve a törékeny teremtések sorsa lényegében rajta múlik. Hetekig egyedül ő lesz felelős azért, hogy ellássa őket táplálékkal. Következő napon kikel a harmadik fióka, egy hím. A szülők között most a korábbinál is határozottabb munkamegosztás alakul ki. A hím elejti a zsákmányt, majd leszedi róla a tollakat, mielőtt átadná a párjának. Ezután a tojó szétosztja a táplálékot a kicsik között. Ez a fontos feladat, amelyet a tojó kínos pontossággal hajt végre, meghatározza az utódok sikeres felnevelését. Minden fióka azonos mennyiségű táplálékhoz jut. Az etetés akkor ér véget, amikor mindegyik fióka jól lakott. A tojó ezután a zsákmány maradékait a Szirt oldal repedéseibe rejti. A fiatal sólymok egyhangú életet élnek. Mindenek előtt esznek, vagy inkább teletömik magukat, majd maguk baroskadva emésztenek, és várják a következő étkezést. Az anya még további 10 napon át a fészekben marad, hogy védelmezze a fiókákat. A kicsik ebben a korban csábító célpontot nyújtanak a ragadozóknak, amelyek a puha, omlós húst keresve bármelyik pillanatban felbukkanhatnak. A tojó csak egészen rövid időszakokra távozik, hogy találkozzon párjával, amikor az zsákmánnyal tér vissza. Ebben az időszakban az anya melegen tartja fiókáit, hiszen azok még védtelenek a hideggel és a nedvességgel szemben. A völgy végében immár a saját szirtfokán rejtőző holló család is teljes. A kis hollók, akik nem olyan érzékenyek, mint a sólyomfiókák, szinte örökké éhesek. Kielégíthetetlen étvágyuk arra készteti a szülőket, hogy folyamatosan járjanak tetemek vagy más könnyű préda után. A hollók ebben szakértőnek számítanak, tökéletes a memóriájuk, és csak arra vágynak, hogy visszavágjanak a sólymoknak.
A solymok ébersége és gyors reakciói ma elhárították a bajt, de ez csak egy hajszálon múlt. Szerencsére a hímet felriasztja párjának hangja, és azonnal lecsap a fészekre. Erre szükség is van, mivel egy másik holló, kihasználva a társa okozta zűrzavart, szintén támadásba lendül. A hímnek a fészek védelmét illetően nincs párja, más területeken azonban még van mit tanulnia. Egy perccel később már vége is az incidensnek. Az élet visszatér a normális kerékvágásba. A nőstény sólyom ismét visszanyeri a nyugalmát. Nagy szerencséje, hogy nagyon ügyes vadász, és ezt barátságtalan párja is elismeri. Íme a leendő zsákmány. A vadász felkészül a támadásra.